Hevesen bombázza a Donbass régió városait az orosz hadsereg. A Szoladárból, Toreckből, illetve Mikolaivból származó ukrán információk szerint a támadásokban 22 ember vesztette életét. Egymásnak ellentmondó hírek érkeznek a zaporizsiai atomerőmű területéről. Ukrán közlés szerint az orosz erők támadták a létesítményt, melynek során rakéták csapódtak be egy nukleáris reaktor közelében, megrongálva az üzem elektromos hálózatát. A létesítményben fennáll a tűzveszély mellett a hidrogén, illetve a radioaktív anyagok szivárgásának veszélye, bár az üzemeltető ukrán cég állítása szerint egyelőre nem jutott ki radioaktív szennyezés az erőműből. Az energiaellátás azonban valószínűleg megszűnhetett, amiért mindkét fél a másikat okolja. Vladimir Putyin pénteken az oroszországi Szocsiban fogadta Erdoğan török elnököt. A tárgyalások egyik legfontosabb témája az újrainduló ukrán gabonaexport volt, amelyben a török fél ellenőrzi a feltételek betartását ukrán hírszerzési információk szerint Putyin megpróbált hozzáférést szerezni a török olajlétesítményekhez, hogy így játsza ki az amerikai és uniós szankciókat. Oroszország pénteken 14 bolgár diplomatát utasított ki, válaszul Szófia korábbi döntésére, melynek alapján 70 orosz követségi és konzulátusi munkatársat szólított fel az országból való távozásra.